hányan jogosultak arra, hogy részt vessenek a választáson, és hány átjelentkezőre lehet számítani. Egyáltalán milyen szinten szólnak bele az átjelentkezők a helyi egyéni jelöltek versenyébe? Budakeszin 11.262 fő a szavazók száma, ennyi főt várunk a szavazóköreinkbe, és 392 fő átjelentkezőt regisztráltunk. Ez azt jelenti, hogy 392 főt fogunk majd fogadni az átjelentkezős szavazókörünkbe. Körülbelül 220 fő fogja máshol leadni a szavazatát az ország más településein. Ugye azt kell tudni, hogy az átjelentkezők ugyanúgy a saját OEVK listájára, illetve egyéni jelöltjeire fognak szavazni, tehát nem befolyásolja az eredményeket, hogyha valaki átjelentkezik. Az egész OEVK területén 3025 fő átjelentkezőt regisztráltunk. Emlékeim szerint 2018-ban nagyjából 86-87 ezer fő volt választásra jogosult. Mi a helyzet most 2022-ben? Most 90.464 fő az egész OEVK területén lévő szavazók száma. Valószínűleg azért lesznek azok a sorok, ahol az átjelentkezők állnak, vagy mennek szavazni, hosszabbak, mert hogy egyébként, hogyha valaki Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jelentkezik át, akkor neki Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes szavazólapot kell kapnia. Ez így van, mindenki a megfelelő OEVK szavazólapjait és borítékjait fogja átvenni, és ennek megfelelően az átjelentkezők név jegyzékében szereplők alapján tudjuk, hogy honnan fogunk várni átjelentkezőt, az ő átjelentkezős szavazólapjait el fogjuk hozni addig a területi választási irodától borítékokkal együtt. Ezek zöld borítékok, ezeket a borítékokat fogják megkapni tulajdonképpen a választópolgárok, és a szavazatuk leadása előtt bezárják ebbe a zöld borítékba a szavazatukat, és úgy dobják be a borítékba, és ezek a zárt borítékok aznap természetesen nem kerülnek kibontásra, hanem összegyűjtjük őket, és bevisszük a területi választási irodához, és majd 9-én a budakeszire szavazók, de más településen leadott szavazók szavazatait fogjuk elhozni, akkor fogjuk ezeket a borítékokat kibontani, és a szavazatokat összesíteni. Akkor lesz 100%-os az eredményünk, amikor az átjelentkezők eredményeit is hozzá tudjuk adni az addig már feldolgozott adatokhoz. És azt is lehet hallani, hogy nemzetközi megfigyelők is érkeznek a Pest megye 2-es választókerületébe. Mivel találkozhatnak a szavazók? Hogyan fognak ők a térségben járni, kelni? Milyen információkra lesznek ők kíváncsiak? Két nemzetközi megfigyelő szervezet is bejelentkezett Budakeszin. Azt kell tudni róluk, hogy az egyik teljes OEVK területén fog a szavazókörökben látogatást tenni. 16 főt várunk mindegyik nemzetközi megfigyelő szervezettől. A 16 fő párosával fogja járni a szavazóköreinket, és ott figyelik a választások lebonyolításának szabályszerűségét, törvényességét, és jelzik, hogyha valamilyen problémát észlelnek, de alapvetően megfigyelő, szó szerint megfigyelő szerepben lesznek, és majd amikor befejeződik a szavazás este 19 órakor, akkor fognak hozzánk ide bejönni az OEVK székhelyre, és akkor itt a további munkát is figyelemmel fogják kísérni. Tehát körülbelül összesen 32 fő fog mozogni Budakeszin és a környező településeken a nap folyamán. A szavazatszámláló bizottságok föllettek erre készítve, tehát tudják, hogy megfelelő ellenőrzést követően, igazolvány felmutatását követően fogadhatják a nemzetközi megfigyelőket, hiszen magában a szavazó helyiségben tartózkodni a választópolgárnak is csak addig szabad, ameddig a szavazatát leadja, és mivel a nemzetközi megfigyelők egy hosszabb ideig lesznek, ezért fontos, hogy megfelelő módon igazolják magukat, és akkor lehetőségük lesz arra, hogy figyelemmel kísérjék a választás, szavazás menetét. Volt szerencsénk betekinteni a szavazatszámlálók eskütételébe, amelyet egy kétórás oktatás követett. Most mik voltak a legfontosabb szempontok? Mire készítették föl azokat, akik szavazatszámlálónak jelentkeztek? Elsősorban a hatalmas feladatra, ami az közös eljárás eredményeképpen, hogy most egyszerre bonyolítjuk az országgyűlési képviselők választását és országos népszavazást is. Így ez jelentős többletterhet is jelent a szavazatszámláló bizottság tagjainak, hiszen több fele kell koncentrálniuk, többféle szavazólap van, ezeket pontosan kell kiosztani, nem szabad téveszteni, megfelelő oszlopokban kell aláíratni a választópolgárokkal a névjegyzéket, hiszen ha ebben hibázás történne,
akkor az összesítésnél ezek problémát okoznának. Tehát erre hívtuk föl legfőképpen a figyelmet, hogy a pontos, precíz munkavégzés a nap folyamán azért fontos, mert este az eredményeknél ez látszik, hogyha valamelyik bizottságban esetleg pontatlanság miatt hibák csúsztak be, hiszen a többletszavazatokat nekünk érvényteleníteni kell. Tehát fontos, hogy a szavazóként megjelent választópolgárok száma megegyezzen a megfelelő szavazólapoknak a számával, és az eredmények így fognak kialakulni a végén. Én, mint választópolgár, amikor belépek a szavazóhelyiségbe, hogy hány szavazólappal találkozhatok? Van egy egyéni képviselőjelöltes szavazólap, egy országos listás, és 4 népszavazási kérdés is van. Igen, és még van ezen kívül a nemzetiségi listás, és annak megfelelően, hogy valaki pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazatot kíván leadni, plusz az egyéni jelöltre történő szavazás és az országos népszavazás, amely most egy lapon szerepel a 4 kérdés, és ezt az összes szavazólapot megkapja a választópolgár, és ennek kitöltése után teszi ezeket a szavazólapokat borítékba, és helyezi el az urnában. Külön-külön urnába kell ezeket elhelyezni? Tehát, hogy egy az egyéninek, egy az országosnak, egy pedig a népszavazásnak? Hogy néz ki a szavazatok összesítés? Egyben helyezi bele az urnába, és majd a szavazatszámláló bizottság fogja ezeket szétválogatni. Ezért is olyan hosszadalmas egyébként az esti munka folyamata, hiszen ezeket a szavazólapokat először ki kell szedni a borítékokból, ezt követően kell csoportosítani az egyéni jelöltek szavazólapjait, aztán a kétféle listás szavazólapokat, illetve az országos népszavazásnak a szavazólapjait, és ezt követően kerülhet sor egyenként a 3 csomagnak a feldolgozására, tehát azon belül fogják megállapítani az érvényes, érvénytelen szavazatokat, esetlegesen a bélyegző lenyomat nélküli szavazólapokat, amire reméljük nem kerül sor, hiszen mindenki a munkáját a reményeink szerint pontosan és precízen fogja végezni a nap folyamán. Hozzávetőlegesen a 17 település X számú szavazókörében hány szavazóköri biztos fog segítkezni dolgozni? Azt tudom mondani, hogy Budakeszin 4 jelölőszervezet is delegált, és azon túl, hogy a képviselőtestület megválasztotta a választott tagokat, hiszen 3 fő mindenképpen van a bizottságban, akik választott tagok közülük kerül ki az elnök, illetve az elnök helyettes. Ezen kívül pedig a 4 jelölő szervezet, összességében 2 jelölő szervezet, maximális 2-2 főt delegálta minden szavazókörünkbe, és másik 2 jelölő szervezet pedig a szavazókörök többségébe, tehát nem mindegyikbe, többségébe, és ez azt jelenti, hogy 9-10 fős SSZB-k fognak működni, ilyenre még az utóbbi években nem volt példa, tehát nagy bizottságok lesznek, nagy bizottságnál a munkát is másképp kell szervezni, mint egy kisebb bizottságnál, de úgy gondolom, hogy szükség van azért, hogy egyrészt a munkafolyamat biztosított legyen abból a szempontból, hogy hibák nem csúszhatnak be a feladatvégzés során, illetve az esti összesítésnél van jelentősége annak, hogyha többen vannak, hamarabb végeznek a szavazatok összesítésével. Kérem, mutassa be nekünk, hogy hogyan néz ki a szavazás napja, hogy milyen háttérmunka folyik azért, hogy minden rendben menjen. Hát a 6 órás kezdéshez képest mi 3:45-kor kezdünk itt a polgármesteri hivatalban, az OEV székhelyén. Ez azt jelenti, hogy kollégáimmal reggel megjelenünk és előkészítjük azokat a feladatokat, amelyekkel várjuk aznap reggel még 4:45 körül az elnököket, illetve a jegyzőkönyvvezetőket. Ez a feladat tulajdonképpen abból áll, hogy szombaton hivatalosan átveszi a minden szavazókörben a szavazatszámláló bizottság elnöke azt a dobozt, amely a szavazólapokat tartalmazza, valamint a névjegyzékeket, és a szükséges egyéb kellékeket, bélyegzőt és kitűzőt, és minden olyan felszerelést, ami a szavazóhelyiség berendezéséhez még, illetve a munkavégzéshez szükséges. Ezeket, amikor hivatalosan egy átadás átvételi jegyzőkönyvvel átadjuk, akkor 17:30-ra kiérnek az elnökök a szavazókörükbe, és ott kiosztják a feladatokat, ami alapján 6 óráig felkészülnek arra, hogy megkezdődjön
a szavazás. A Zoevi székhelyén itt tulajdonképpen mi előkészítő munkát végzünk, ehhez hozzátartozik az is, hogy megszervezzük azt az ellátmányt, amit reggel az elnök a szavazólapokkal együtt megkap. Ez a napi ellátáshoz feltétlenül szükséges, hiszen itt nagyon-nagyon sok órát fognak egy helyben ülni a szavazatszámláló bizottság tagjai. Budakeszin gondoskodtunk arról, hogy valamennyi választott és valamennyi delegált szavazatszámláló bizottsági tag a jegyzőkönyvezetővel együtt étkezésben fog részesülni, tehát már reggel a szavazólapokat tartalmazó dobozzal együtt adjuk a reggeli étkezéshez pogácsát, édes süteményt, illetve egy szendvicset, és ebédet is fognak kapni valamennyien, valamint délután uzsonnára is kapnak egy szendvicset még. Tehát a napi ellátásnak a megszervezése is a mi feladatunk, illetve rendelkezésre állunk már 6 órától, hogyha bármilyen kérdés merül fel, vagy adott esetben olyan probléma merül fel, hogy valaki mégsem jelent meg, a szavazatszámláló bizottságban is tagcserére van szükség, vagy pedig jelzik azt, hogy kevesebben lesznek, és pótlásra van esetleg szükség. Ezekről gondoskodunk, hogy 6 óráig minden szavazókörben a megfelelő létszámú szavazatszámláló bizottság rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy megkezdődhessen a szavazás. A nap folyamán én a kollégáimmal végig rendelkezésre fogok állni. Mi az első szavazónak a feladata, kötelessége, aki 6:00 perckor érkezik és szeretné leadni a szavazatát? Az az érdekes, hogy nagyon sokan szeretnek első szavazók lenni, ez meglepő, de ez egyre növekvő tendenciát mutat tapasztalataim szerint. Tehát nagyon sokan szeretnék látni azt a reggeli folyamatot, ami egy szavazás megkezdésének pillanatában történik. Az első szavazót éri az a megtiszteltetés, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjaival együtt megnézi az urnákat, és megvizsgálja, hogy azok valóban sérülésmentesek-e, és azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat, ő lesz az, aki ezt az aláírásával is fogja nekünk hitelesíteni, hiszen aláírja az ellenőrző lapot, amelyet akkor dob bele a mozgó urnába, amely később elhagyja a szavazókört, és nagyon fontos, hogy amikor elhagyja egy szavazó urna a szavazókört, akkor nekünk 100%-osnak biztosnak kell lenni abban, hogy nem fogják ezt azt az urnát felnyitni, és ebbe szavazólapokat elhelyezni, vagy abból kivenni. Ez az ellenőrző lap biztosítja azt, hogy a reggeli átvizsgálás megtörtént, és a személyazonosság, valamint a személyazonosító ellenőrzése és megfelelő helyekre történő rögzítését követően ezt a folyamatot nekünk az első szavazó fogja hitelesíteni. Az első szavazót azért, hogy ilyen korán kelt, mi egy kis kedvességgel fogjuk várni, úgyhogy emléklapot fog kapni Budakeszin mindenki, aki első szavazó az adott szavazókörben. És mi a helyzet azokkal az első szavazókkal, akik életükben először nyernek arra lehetőséget, hogy szavazhassanak, hiszen betöltötték a 18. életévüket? Nagy örömünkre szolgál, hogy Budakeszin most nagyon sok fiatal, közel 400 fiatal töltötte be a 18. életévét úgy, hogy most lesz életében első szavazó, úgyhogy ezt mindenképpen egy emléklappal szeretnénk, hogyha a későbbiek során erre az eseményre maradandóan emlékezni, és ezt készítettük számukra, valamint édességet fognak kapni az emléklap mellé, és az NVI által biztosított ajándéktárgyat fogjuk még mellé tenni, ami egy szintén a szavazáshoz kapcsolódó karkötő, vagy valami hasonló ajándék szokott lenni. Azért alapvetően ismerjük be, hogy itt monoton munkavégzési folyamatokról van szó, ami nagyon nagy odafigyelést és nagyon nagy türelmet igényel. Meglátásom szerint ezen úgy lehet segíteni, hogy valaki ne fáradjon el egy adott munkafolyamatban, hogy az elnök, a szavazatszámláló bizottság elnöke cseréli azokat a személyeket az SSB tagjai közül, akik egy-egy munkafolyamatot végeznek egy bizonyos időn keresztül, vagy jelzi az SSB tag, hogy már elfáradt egy kicsit, és szeretne más feladatot kapni, és akkor egymás között váltogatják ezeket a folyamatokat, hiszen a névjegyzéknek a kezelése, figyelése, vezetése az mindenképpen egy SSB feladat. Én nagyon bízom benne, hogy a szavazatszámláló bizottságok támaszkodnak a jegyzőkönyvvezetők tudására, akik ilyen odafigyelést igénylő feladatokat napi szinten végeznek, és alapvetően annak ellenére, hogy ez SSB feladat, komoly segítséget fogunk ebben nyújtani, hogy téves
tévesztések ne legyenek. Emellett ugye nagyon fontos, hogy a szavazólapok pontosan kerüljenek kiosztásra, senki ne kapjon többet, ha valaki csak egyéni jelöltre szeretne listára szavazni, de nem kívánja az országos népszavazásra leadni szavazatát, akkor ne forduljon az a hiba elő, hogy olyan szavazólapot is kap, aminek az átvételét ugye a névjegyzéken nem igazolta aláírásával. Tehát ezek a folyamatok, a lebélyegzés, a szavazólapok lebélyegzésének feladata szintén egy olyan feladat, ami látszólag egyszerűnek tűnik, viszont ha lemarad róla, óriási problémát tud okozni. Tehát én azt javaslom a szavazatszámláló bizottság tagjainak, hogy bátran váltogassák egymás között a feladatokat, és jelezzék, hogyha elfáradtak, és ezentúl mi pedig kávét, teát tudunk biztosítani a frissességhez. Április 3-ai választás lebonyolításával kapcsolatban nagyon fontos kérdés, hogy itt veszi föl a Pilisi Jászfalú egyes szavazóköri bizottsága és Budaörs 10-es szavazóköri bizottsága és a szavazólapokat. 90.400 választásra jogosult polgár van. Előfordulhat az, hogy valaki téveszt, és akkor van lehetősége arra, hogy új szavazólapot kapjon. Hány szavazólap kerül kiosztásra április 3-a reggelén? Mi ezeket már kiosztottuk, ezeket a szavazólapokat, tehát Budakeszi megkapta az összes OLVK település szavazólapjait, és ezeket a HVI vezetők még a múlt hét pénteken átvették, valamennyi település jegyzője átvette személyesen ezeket a dobozokat, amely az összes ott a településen szavazólapjait tartalmazza. Egy héten keresztül minden HVI őrzi ezeket a dobozokat, nagyon figyelmesen elzárva, hogy ahhoz más hozzá ne férjen. Nálunk Budakeszin a mai nap folyamán és a holnapi nap folyamán a jegyzőkönyvvezetők átszámolják a szavazólapokat, annak ellenére, hogy ezek nyomdában készülnek és 100%-os biztonsággal pontosak ezek a kötegek, és nem szokott belőle hiányozni, ennek ellenére, mivel az SSB elnöke felel a megállapított eredményekért, nagyon fontos, hogy leszámoljuk. A jegyzőkönyvvezetők ebben maximális segítséget nyújtanak, előzetes számolást végeznek, majd lezárják ezeket a dobozokat, és továbbra is zárt helyen fogjuk őket tárolni, egészen vasárnap reggelig, amikor a 16 szavazókörnek, tehát mi csak Budakeszinek fogjuk átadni, a budakeszi szavazóköreinek ezeket a dobozokat, és akkor elviszi az elnök, tehát az elnök fog felelni onnantól kezdve annak tartalmáért, és hogy az maradéktalanul visszaérkezzen hozzánk. Rendelkezésünkre áll a megfelelő mennyiségű szavazólap, tehát hogyha valaki rontott, akkor egy alkalommal lehetőség van arra, hogy leadja az elrontott szavazólapját a szavazatszámláló bizottságnak, és helyette újat kap, de ezt csak egy alkalommal teheti meg, tehát ilyen pótlapok rendelkezésre állnak, ez nem fog technikai problémát okozni. A legtöbb választópolgárt az érdekli, hogy mi történik 7 óra után. Hogyan fogják a szavazatokat összesíteni, és hogyan fognak ők adatokhoz, részeredményekhez jutni, hogy kérem, engedjen ebbe betekintést. Amikor 7 órakor, illetve azt követő néhány percen belül reményeink szerint ugyanis befejeződik a szavazás, ugye ez attól függ, hogy 7 órakor van-e sorállás a szavazókörök előtt, 7 órakor beáll az egyik szavazatszámláló bizottság a sorba, és aki a szavazatszámláló bizottság tagját követően szeretne sorbálni, ő már nem tudja leadni a szavazatát, aki előtte van, még le tudja adni. Ennek megfelelően vagy 19 órakor, zárpontban 19 órakor a szavazókör, vagy pedig néhány perccel később, amikor az utolsó még 19 óráig megérkezett szavazó polgár is leadja a szavazatát. Ezt követően minden szavazókör bezárja a helyiségeit, és utána már nem lehet sem kijönni, sem bemenni a szavazókörbe, és a szavazatszámláló bizottság megkezdi a szavazatok összesítését. A jegyzőkönyvvezető ilyenkor félrevonul, ő nem vesz részt a szavazás eredményeinek összesítése érdekében a szavazólapok csoportosításánál, illetve a szavazatok számolásánál. Ezt a feladatot a szavazatszámláló bizottság tagjai végzik. A feladat gyorsítása érdekében 3 ellenőrzési pontunk is van, illetve 3 olyan szakasza van ennek a szavazat összesítésnek, ami után kapunk részeredményeket, ezek előzetes eredmények. Ezek úgy történnek, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai megszámolják az érvényes, érvénytelen szavazatokat, bélyegző lenyomat nélküli szavazatokat először csak az egyéni szavazólapok vonatkozásában, minden jelölt tekintetében, elvégzik a matematikai számszaki összefüggések vizsgálatát, és
a jegyzőkönyvvezető, amikor ezek az előzetes részeredmények megvannak, akkor már telefonál a HVI-nek és leadja ezeket a számadatokat. Tehát nagyon fontos, hogy leghamarabb akkor tudunk eredményadatokhoz jutni, hogyha ezt az első szakaszt bevárjuk. Ezt követően kerül sor a pártlistás és a nemzetiségi listás szavazólapoknak az összesítésére, annak megfelelően, hogy hány érvényes, érvénytelen szavazólap van, vagy volt az urnában, amit összesített a szavazatszámláló bizottság, és ekkor a jegyzőkönyvvezető ismét tájékoztatja telefonon a helyi választási irodát ezekről az előzetes részeredményekről. Ezt követően kerül sor az országos népszavazás szavazólapjainak csoportosítására és azoknak az összesítésére, és akkor ismét telefonál a jegyzőkönyvvezető, és leadja a HVI számára ezeket az előzetes részadatokat. Ez azért fontos, mert mi ezeket a számadatokat rögtön rögzítjük az NVR-ben, és rögtön ellenőrizzük is, és egy kétkörös ellenőrzést követően visszajelzünk a jegyzőkönyvvezetőnek, hogy számszakilag stimmelnek ezek az adatok. Tehát tulajdonképpen előzetes eredményeket ekkor kapunk, ezek már mindenképpen láthatók lesznek a választás.hu oldalon is, hiszen az NVR-ből ezek az adatok közvetlenül a választás.hu-ra átmennek, és akkor ott a lakosság is láthatja ezeket az eredményeket. És amikor ezek megvannak, a jegyzőkönyvvezető utána kezdi el kitölteni a jegyzőkönyveket, és behozzák az elnökkel együtt a kész jegyzőkönyveket, ekkor még két ellenőrzésre kerül sor, a két gépit követően van egy manuális ellenőrzés, és az egyik kollégám segítségével átellenőrizzük ezeket a jegyzőkönyveket, bizonyosan más HVI irodákon is ez ugyanígy történik, és ezt követően fogjuk ellenőrzőtre állítani, és akkor lesznek olyan előzetes eredmények, amelyek akkor válnak teljes körűvé és 100%-os feldolgozottságúvá, a majd a 9-ei részeredmények is hozzácsatolásra kerülnek. Tehát ez egy kis türelmet igényel a lakosságtól, hiszen leghamarabb szavazókörzárást követően olyan bő egy órával lehet először adatokhoz jutni, és azt követően folyamatosan, de a munka mennyiségéből kifolyólag mi azt látjuk, hogy ez egy két-két és fél órás, három órás munkavégzési folyamat lesz. Budakeszi székhely település, ez azt jelenti, hogy az egész OLVK-nak mi vagyunk a székhelye, és amikor ők a HVI elvégzi a többi településen azokat a feladatokat, amit mi is Budakeszi vonatkozásában, mint HVI ellátunk, akkor ezt követően az összes jegyzőkönyvvel, ami az adott HVI jegyzőkönyve, bejön a település HVI vezetője, és leadja a székhelyen, vagyis Budakeszin az ott készített jegyzőkönyveket. Ezeket mi szintén átellenőrizzük, tehát ott van még egy pluszkörös ellenőrzés, és akkor ellenőrzőtre állítjuk a rendszerben. Tehát ez egy négy lépcsős ellenőrzési folyamaton esik át egy ilyen eredménynek a megállapítása, úgyhogy így biztonsággal mondhatjuk azt, hogy ezek megfelelő és pontosan kiszámított adatok. Ugye nagyon fontos, hogy a mozgó urnában lévő szavazatokat össze kell keverni a többi urnában lévő szavazatokkal, annak érdekében, hogy egyetlen egy szavazat sem lehessen beazonosítható, hiszen vannak olyan szavazókörök, ahol adott esetben egy vagy két választópolgár igényelt mozgó urnát. Ezeket a szavazólapokat összekeverik a szavazatszámláló bizottság tagjai a többi szavazólappal, és utána, amikor szétválogatták három csoportra ezeket a szavazólapokat, hogy egyéni, listás, illetve országos népszavazást fognak majd összesíteni, illetve szavazatokat számolni, a szavazatszámláló bizottság általában szétosztja a tagjai között az érvényes, érvénytelen szavazólapokat azért, hogy minél gyorsabb legyen, hatékonyabb legyen ez a számolási folyamat, és ezeket a rész eredményeket összesítik minden jelölt, illetve lista vonatkozásában. Ezt legalább kétszer el kell végezni, ezt a számolási folyamatot, azért, hogy a tévedéseket kiszűrjék. Tehát azért jó, hogyha sokan vannak egy szavazatszámláló bizottságban, mert akkor kevesebb szavazólapot kell egy-egy bizottsági tagnak számolni, és gyorsabb az eredmények összesítése. Illetve a biztonság kedvéért azért, hogy mindenki nyugodt legyen az eredmények tekintetében, általában szoktak változtatni ezeken a számolási metodikákon,
ritkán oly módon, hogy a kupacokat más módon osztják szét, mások kapják meg a szavazatszámláló bizottságból, tehát keresztbe szoktak ellenőrizni, keresztbe szoktak számolni azért, hogy tulajdonképpen egy fő, aki összesíti minden egyes szavazat eredményét, tehát az érvénytelen érvényes szavazatokat, azért, hogy minél hamarabb az összesített eredmény megszülessen.